A Szuperligában újonc, de megerősített Szolnok ellen szerette volna lezárni 6 meccses vereség sorozatát az NTK, de ezúttal nem volt esélyük a hazaiaknak. A vendégek nagyszerű napot fogtak ki, közülük 3-an is 600-a fölé kerültek, így hiába nyertek több első szettet a nyíregyháziak, a mérkőzés végül 6-2-re a 3460 fát elérő tiszapartiak élet. A 3313 fáig jutó hazaiak közül senki nem nyújtott extra teljesítményt. Egy jó erős közepes teljesítményt nyújtott szinte minden egyes játékosunk. Bárki emelkedőt talán azt lehet mondani, hogy a Hakker Dezső 584 fája jelentett, azt lehet mondani, hogy látszik, hogy a Dezső most már újra felfele ágban van ezzel a teljesítménnyel a nyíregyházi pályát illetően. Még a Szlomeszki Tibornak az első sorban az 570 fa feletti pontszerzése mindenképpen dicséretes, főleg azért, mert a Tibornak az utolsó pályán már fájó térdel kellett végigjátszania, de ami a legfontosabb, hogy hozta a fontos csapatpontot. A többi eredmény, ezek az 540-550 fás körülötti egyéni teljesítmények, azok meg egy teljesen átlagos teljesítménynek mondhatóak. Bízunk benne, hogy ezekre tudunk majd alapozni, és a közeljövőben mindenki 20-30 fával ezeket a teljesítményeiket meg tudja majd toldani, mert nekünk az elsődleges célunk az lenne, hogy mindenképpen a 3400 fa felé tudjuk tornázni a csapatfánkat hazai pályán, mert mint látszik, ezekkel a teljesítményekkel nem tudunk még egyelőre itthon diadalmaskodni. A tabella élén a Szeged áll 16 ponttal, megelőzve a szintén 100%-os lépcelakot. A 2 ponttal 11. NTK szombaton az újonc Vasasszonyfa csapatához látogat.